Én nagyon-nagyon hiszek az életben, a jó istenben, a sorsban, bárminek is nevezzük a rendező elvében, hogy mindig minden pont ott és akkor is úgy fog történni, ahogy, ahogy ez ki van találva. Anita, Szia Márti. Köszönöm szépen, hogy újra itt vagy. Hát és én köszönöm a meghívást újra. Mennyit el Két év? Én azt mondtam, hogy két év, és szerintem nagyságrendileg nem is tévedtem sokat, de legyen másfélbe, maximalizáljuk, Igen. az biztos. Tudom, hogy pont az elején uh, volt, tehát majdnem két Igen, év. Igen. Igen, Igen majdnem Igen. két év. Mi történt veled az elmúlt két évben? Ó, hát mennyi időnk van, mennyi idők van a nézőknek. Ved, vedd, ki, vedd ki azokat a Fontos momentumokat, amelyek tanúsággal vagy változással jártak. Hát édes, én visszanéztem a legutolsó videónkat, hogy egy kicsit tudjak is ráhivatkozni, és ott is ugye mindig a tanulságok vonását vártak tőlem és a következtetéseket. Nagyon sok minden történt velem, de talán a legfontosabb az, hogy én időközben édesanyja lettem, nem is olyan régen, mostani beszélgetésünktől számítva 7 héttel ezelőttig, úgyhogy, úgyhogy, ez, ez igazándiból egy ilyen csodálatos dolog az életemben, és nagyon-nagyon sok tanulságot lehet szerintem ebből levonni. Szerintem fogok is még, majd mi most itt veled közösen, de hát ugye egy izgalmas fordulat az életemben megint, nem véletlenül vagyok itt nálad, hogy én egyedül vállaltam a babát. Tehát nagyon-nagyon sok nem mentem keresztül. Én azt gondolom, hogy a személyiség fejlődésem az onnantól, hogy mi utoljára beszéltünk, az még-még jobb mértékben alakult, és én nagyon próbáltam akkor is, és azóta is erre figyelni és egy picit itt a lelki részekre próbálok fókuszálni, hiszen ugye nálad ezért szerintem elsősorban ez a, ez a központi kérdés és a témánk, hogy, hogy, a saját tanulságaimat, hogyha levonom, akkor az mindig legyen meg nekem fejben, hogy, hogy, ne az azonnali reakciókból építkezzek, hanem fel tudjam azt ismerni, és a már általam módosított vagy jobbnak látott reakciót tudjam eszközölni, és szerintem, szerintem sikerült is, Bizonyos élethelyzetekben bizonyos élethelyzetben meg nem. <laughs> a többféle reakció van, azt hiszem, um, erre a döntésedre, hogy egy, egy gyermeket válasz egyedül. És a, a, amikor kimondod, hogy egyedül, visszanéztem én is a videóidat, abban van egy ilyen erős kongása a magánynak. Tehát, hogy, hogy szinte... Pff, tudod? Hmm. Na ezt hogy érted? Hogy az én hangóból érzel ki Igen. valamiért, hogy, hogy magányos vagyok? Ez az egyedül vállalni gyereket... Eh. De ez bárki szájából kongna azért. Igen, abszolút, nem. abszolút, abszolút. Azt hinné az ember, szép vagy, sikeres vagy, okos vagy. Márki. Azt mondom, hogy a bitangokosak közé tartozom. Hogy hogy van ez, hogy egy, hogy mellé fogsz, én azt hittem, erre te fogsz nekem választani. Hát én erre nem tudok neked választani, biztos, hogy, hogy van rá, de nem tőlem fog jönni. -hogy, hogy fogsz mellé? Tehát mi az a hit benned? Vagy vagy ennyire naív vagy? Vagy ennyire nem látod az elejét? Mi <laughs> <laughs> baj? Ö, ö, igen, és ezt nem is veszem úgymond szemrehányásnak, hogyha most ez a jó szó. Ö, Aranyos vagy egyébként, és a bókjaidat nagyon szépen köszönöm. Ha tudnád, hogy életem során hányszor hallottam azt, férfiaktól és nőktől egyaránt, hogy hogy, hogy nem, hogyha szép vagy, értelmes vagy, független vagy, határozott, anyagilag biztosított, tehát hogy elvileg egy jó csomag volni, hogy, hogy nem találsz párt, hogy ugye nálam mindig ez a pártalálás találás kérdés a legizgalmasabb, hogy engem még senki nem vett feleségül, meg nem nincsen mondjuk három-négy gyerekem és csodaszép családom, bár mondjuk be csodaszép családom van, csak hogy a klasszikus értelemben vett családmodellt nem tudom felmutatni, egyre inkább az az érzésem és gyanúm ezekből a dolgokban, hogy igen, ezek olyan, mindenki szokták mondani, tudod, nem, nem előítélek, jó szót keresem rá, hogy az embernek vannak ezek a sztereotípiák, ezt a szót keresem. Meg, meg egy társadalmi elvárás, de most nem is erről beszélünk, hanem arról, hogy tényleg, Anita, szóval a lelked rendben van, a fejed rendben van, hogy, hogy mi az, ami, ami ott mégis Hibásan működik, és itt egy kicsit talán a hiszékenységedre. Jó, az pr nagyon jó. Próbálok igazságot van benne. Van bennem egy ilyen sejtés, hogy, hogy, hogy vagy nagyon hiszékeny vagy, hmm. vagy annyira a hiszékenységen túl bizakodó vagy, Igen, és, és bizalmat adó vagy, hogy, hogy aztán sokáig nem látod. Ugyan az illúziókat nagyon gyorsan tudjuk reálni. hogy, hogy nem látod, hogy nem a megfelelő. Helyen megfelelő emberrel vagy. Az az igazság, hogy ha most egy picit előre ugrom a történetemben, amire szerintem majd ugye hogy rá fogunk fordulni nem sokára, akkor, akkor talán a jelenlegi helyzetben azt tudom mondani, hogy igen én elhittem, hogy engem szeretnek és de miért ne hinni az ember, ha ezt mondják neki? Ingen. És azért ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, amikor ugye engem azzal támadnak, csúnya szó, és talán több ezer és több tízezer emberből én egyet vagy kettőt tudnék ilyet mondani, aki, aki, úgy nekem esett azzal, hogy hogy lehet egyedül gyereket vállalni, és az apa kérdés meg hasonlókkal, hogy ugye itt mindig azzal vádolják azt a nőt, aki így dönt, hogy, hogy ugye vagy inkább azt mondom, hogy sokszor előfordul ez a csúnya szóval élve, meg akartad fogni, és nem ezt a szót kerestem egyébként eredetileg, nem ezt mondtam volna, de hogy meg akarod fogni a férfit a gyerekkel, és hogy ilyen olyan trükkökhez folyamodsz emiatt, ez azért egyrészt nem is állja meg a helyét, másrészt azért nem ismeri a háttér történetet valaki. Hát persze, hogy a férfi, aki mellettem van, annak én azt gondolom, hogy a legnagyobb ajándék, amit adhatok, a gyerek gyerekvállalás kérdése, az, hogy, az, hogy, az, hogy tőle születik nekem is, és nekünk, és így leszünk aztán mi majd igazán egyek, és egy gombócá gyúrva, az, az egy nagyon-nagyon magasztos és szép gondolat. És ezt arra alapozod, egy nőként akkor érkezel meg szerintem ebbe az állapotba, ha te aképpen vagy kezelve, hogy merhetsz ezen gondolkozni, Szeretnéd, tervezgeted, úgyis élitek az életeteket, és, és soha nem veszik figyelembe ezek a károgó emberek, hogy, hogy én nekem mit kellett ahhoz átélnem, hogy mondjuk idáig egyáltalán eljussak, és, és én egy pár kapcsolatban vállaltam gyermeket, tehát nem az éjszakából valakivel, hogy félreértés ne essék, hanem, hanem egy olyan élethelyzetben, amelyben természetes, hogy voltak még az ismerkedésnek azon szakaszai, ahol, ahol voltak kielezett helyzetek, voltak viták. Tehát, hogy ez azért, a, de ez nem változik szerintem egy, egy éves kapcsolatnál, no. egy tíz éves és egy 25 éves nem, kapcsolatnál hát, sem. sem. Hát úgy folyamatosan egymáshoz. Igen. Persze. Úgyhogy vitamentes kapcsolatot szerintem nagyon kevesen tudnának felmutatni maguk mellett mögött. Úgyhogy a hiszékenység ilyen formában itt jut szerephez, hogy a kérdésedre visszacsatolva, hogy igen, elhittem azt, hogy szeretve vagyok, és ezt én sok párkapcsolatban, vagy legalábbis mm. ö, hát párkapcsolatnak nevezem azokat is, ami három hónapos volt, meg ami két éves is, most nem akarom elvenni ezeknek az élén, hogy amit nekem mondott a férfi, azt én elhittem. Na most ez naivitásnak számít, ugye, vagy nem tudom, hülyeségnek, vagy minek egyáltalán. Nem, semmiképp sem hülyeség. De miért, miért ne hinném el? Tehát az egy nagyon rossz kiindulási alap lenne, hogyha én minden szavát megkérdőjelezném a másiknak, tehát ez egy sokkal rosszabb élet. Szóval nem voltak jelek soha, tehát olyan előjelei, hogy, hogy azért Tudod, hogy, hogy úgy megforduljon benned a gondolat egy picit is, hogy lehet, hogy nem szeret annyira, mint amennyire hiszem azt? Ö, nem. Nem, én ezt, ezt így nem mondanám. De ez, ez, ez egyik kapcsolatban sem. Tehát azért a kezdeti ismerkedős időszaka egy kapcsolatnak az mindig a rózsaszín felhőkről szól többnyire. És, és bizakodóak vagyunk, és persze egy picit tesztelgeted a magad határait, a másik határait, mennek ezek a játszmák, amik egyébként jók is tudnak lenni, mert tesz ezben egy kis bizsergést, egy kis, kis szenvedélyt a kapcsolatba, illetve meg is ismered a másikat is. Ezek alapján fogsz tudni dönteni, hogy te leteszed-e ott a voksodat mellette, vagy nem teszed le a voksodat mellette. Én azt gondolom, hogy 36 évesen már kell annyira kiélezetnek lenni az érzékelőimnek, hogy ezeket felismerjem, és én hiszem is, hogy képes vagyok rá. A másik oldal pedig a, a, a gyermeki létem, lényem, az pedig rendkívüli módon vár, vágy, vágyja azt, igen, hogy, hogy szeretve legyen, és hogy amit nekem mondanak, az, az valóban úgy legyen, ilyen iszonyatos nagy odaadása és elállna belevetve magamat a kapcsolatban. Nem az vagyok, aki kéreti magát, hogy tudod, a női praktikák és rükköke, pedig megtanultam, hogy kellene, a személyiségem nem ilyen. Tehát belőlem nem jön feltétlenül az, hogy én most játszmázok, hanem én olyankor hogy szeretek, hogy mindent azonnal adni, és imádom látni a másiknak a boldogságát és az örömét. Fogsz változtatni valamit ezen, Anita? Hogy így adja? A következő igen kapcsolatodban? van. Ö, nem hiszem. Nem, nem mert, mert én amúgy ezt szeretem. Tehát onnantól kezdve, hogyha én ezeket nem adhatnám és nem tehetném meg a másikért, akkor már nem én lennék, akkor már magamat kéne elfolytanom. Akkor nekem már az lenne a megjátszásom, és az nem lenne tőlem őszinte és igazi. És ha a másiknak jók az érzékelői, akkor ő pedig ezt ugyanúgy észrevenné rajta. Jó pufa eset egyébként, hogy, hogy volt erre például egy. Példám az életemben azóta, hogy utoljára beszéltünk, hogy a akkor én figyeljek arra ennél a fiúnál, hogy akkor, akkor óvatosabban kezelni a helyzetet. Nem jött össze, mert alig néhány hét ismertség után már jött az ő születésnapja, és akkor én na, hát, készültem az ő születésnapjára, hogy akkor ajándékot veszek, torta szeretet veszek, de az legyen gluténmentes és laktózmentes, és nem tudom én micsoda, és bejártam a várost ezeket a holmiként, és valószínűleg ez neki sokkoló lehetett, hogy én ennyire őszintén és nyíltan állok hozzá. Nem a férjemet kerestem benne, nem a gyermekem apját, hanem egyszerűen neki szerettem volna örömet okozni. Tehát ez egy annyira egyszerű, szerintem a Készen apróság. vannak, és most bocsánat az általánosításért, készen vannak a férfiak az ilyenfajta szeretetre. Vagy van az a kór, amikor készen vannak? Ezen szoktam sokat mélázni, és férfiakkal, akikkel beszélek, szokták azt mondani, hogy megijed a pasina. Hát én nekem ettől a hátamon föláll a szőr egyébként, hogy hát egy férfi ne ijedjen meg már, bocsánat, egy férfi ne ijedjen meg attól, hogyha a nő odaadó, ha törődik vele, ha figyel rá, ha gondoskodik róla. Mert szerintem, és egy nagyon-nagyon szép szót fogok erre használni, ez a női principiumban benne van, ugye? Mi van, ha <laughs> attól ijed meg, hogy nem képes ugyanennyit vissza adni. Ezek meg feltételezések, nem? Tehát Aha, én, az, én, de ugyanígy feltételezés az is, hogy megijed. Én nem értem egyébként azt, és hát ha egyébként van egy válaszod erre a dologra, hogy találkoztál már olyan férfi, aki saját magát megfejtette ebben a kérdésben, és én többször partnernek is feltettem ezt a kérdést, hogyha én téged így ismertelek meg, így szeretlek, így fogadlak el, és így akarok neked mindent adni, akkor te azt miért kérdőjelezed meg? Akkor miért kezd benned felépülni egy gát, egy fal, és magyarázod meg magadnak azt, hogy nem vagy elég, vagy anyagilag, vagy személyiségben, vagy bármi, hogyha én amúgy meg megyek feléd, és adom, és akarom az egészet. Én a fokozatosság elvét mondanám egészségesnek erre. Tehát legalábbis az ügyfeleimtől, meg főleg a hallgatóktól, mert ugye azért ott, ott sokan vannak, én, én, ezt látom, hogy, hogy ami működik, az a fokozatosság. És most miközben beszélsz, az, az jár a fejemben, hogy bár nem szokott, tehát nem szoktam gondolkodni soha, itt ott előfordul, <gül> <gül> itt ott előfordul, de hogy most erősen jött az az érzés, hogy, hogy nem lehet, hogy ez a gyermeki éned, amely annyira rajong a férfi után, és, és lehet, hogy a felnőtt éned meg, meg intene, ha hagynád. Ki tudja. Mert hogy, hogy a fokozatosság kell. Na de azért ne hogy azt, hogy ez úgy néz ki, hogy én leakasztom ne, a gadrog, ne, az esküvői nem, ruhát nem, nem, az első nem, Nem, ram, nem is értettem így, hanem lehet, hogy többet kellene hagyni őket bizonyítani. Nem azt mondom megharcolni, mert nem jó szó, picit pejoratív a megharcolni, de egy kicsit, érted, egy kicsit tényleg t -t többet tenni, mint amennyit te teszel. Legalábbis... Az elején, Igen. egy ideig. Ez így van. És ebben lehet, hogy kellene egy incipicira racionalitás, gondolom én most így hirtelen. Ugyanakkor meg ezt hallom a férfiaktól vissza, hogy ők szeretik, szeretik azt, hogyha ők megszerzik a nőt. És te is meg magamat nagyon látom benned egyébként, én is ilyen vagyok, de az emberekkel is, nem, nem, nem a férfiak, az emberekkel általában ez pont ez, amit te, ha egyszer jól esik adni, ha, ha nekem örömet okoz, és tudom a másikról, hogy örömet fog neki okozni. Csak ugye nem tudjuk, nem tudjuk, hogy az öröm mellett mi más érkezik még, milyen más érzés, gondolat. Igen, de közben ez meg az... ott van, hogy ugye hányszor halljuk azt a férfiaktól, hogy mi milyenek a mai nők, hogy az már nem házias, az nem szeret főzni, nem takarít, nem, nem tudom én mi, ami nekik fontos lenne, Na és akkor ott van meglőve a nő szerintem, hogy legyél prída, picit azért kacérkodj, kicsit, kicsit azért, na hát összeakad a nyelvem egy húzamban néz meg, de hogy annyi mindent szeretnék elmondani, meg, meg nekem is rengeteg gondolatom van. Tehát kicsit legyél távolságtartó, de mégse legyél távolságtartó. Kicsit nekem ez a nonsense kategória, hogy, hogy meg kell hasonulni rengeteg mindenben, hogy akkor ilyenkor szokott felmerülni bennem a kérdés, hogy most akkor mit akarnak a férfiak igazándiból? Mert ha egyébként meg az ágyba viszed a reggelit, akkor attól meg fog ijedni, és túl gyorsnak érzi. Tehát akkor felteszem a kezemet, hogy ne nem, nem, nem tudok mit tenni, nem, nem tudok kiigazodni egyszerűen. És olyankor jön az, hogy én adom azt, amit adni tudok, és adni szeretnék, és bízom renélem, remélem, hogy egyszer jön egy férfi, aki ezt szereti, igényli, értékeli, és ő lesz akkor az én emberem. Szerintem nem, nem jó általánosítani semmiben, így a férfiak-nők kapcsolati rendszerükben sem, hogy kinek mi kell. És mégis van, ahogy mondod, egy egy általános tendencia ez, hogy minthogyha a nők most jobban igyekeznének megszerezni a férfit. Mert kevés van belőlük, kevés. a jobból meg aztán még kevesebb. Pontosan. A kérdés az az, hogy, okay, hogy, hogy megszóltak sokan téged, és, és nem is szerettem volna helyedben lenni, hogy főleg amikor értek téged támadások a, a gyermekvállalás kapcsán. De megfordult a fejedben, hogy nem tartod meg a gyereket? Soha. Nem. Soha. És tényleg még egyszer kihangsúlyozván, hogy azért a támogatások az mondjuk a több tízezerből a, a tényleg egy kezemen meg számolni, és akkor itt az arány szeretném ezzel érté, é, érzékeltetni pedig nem vagyok fáradt, és köszönöm, helyén vannak a gondolataim. Azért ez érzékeny témák ezek. Igen, igen, lehet, hogy egy kicsit ez emiatt is, a téma miatt is összeakad a, nyelvem, pedig nem jellemző annyira, tehát azért nagyon pörög a nyelvem, ha arról van szó. Szóval bennem soha. Én, én, nekem egyébként az volt az aranyos, amikor a barátnőim mondták, hogy... Valahányszor férfiról beszéltem, vagy párkapcsolatról, nálam mindig felmerült a gyerekvállalás kérdése, és hogy én, én sokkal előbb kezdtem a család alapításról beszélni, és ebben a gyereket kiemelve, mint mondjuk egy házasságról és esküvőről, ami ugye a fokozatosság elvét, hogyha figyelembe vesszük, akkor ugye az lenne a next step, ami nekem fel se tűnt igazából. De én amúgy egy rákjegyű nő vagyok, a leglegleglegleg, -leg 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 családcentrikusabb jegyű nő, én egy nagyon jó kis családban nőtt tehát nálunk úgy azért tényleg egyben van minden mindenki, és ezt is láttam a közvetlen környezetemben, hogy példaértékű családok és házasságok komolyan, amik engem körülvettek. Más a kérdés már például a barátaim esetében, akiknél már megjelent nálam is ezek a mozai családok jellemzője, de én addig gyerekként nem ebben szocializálódtam. Tehát ez egy kép volt előttem. És én soha nem akartam gyereket görcsösen, hogy hogy én mindenképp anya akarok lenni, és ezt nagyon érzem magamban, sőt, még, még néha magamat is megkérdőjeleztem, hogy vajon egyáltalán alkalmas lennék-e rá, vagy, vagy, vagy vágyom én a gyereket, és közben a visszacsatolás utána meg az volt utólag, hogy szinte mindig erről beszéltem, ha nem is mindig, de hogy sokszor szóba kerül. Úgyhogy, amikor ez, ez kiderült, hogy én babát várok, akkor hát persze a kezdeti sok az nálam is meg volt, mert nem tervezett baba volt, hanem én azt szoktam mondani, és én ezt vállalom, hogy azért nekem ő egy szerelem baba, és ezt én neki is el szoktam mondani, hogy, hogy valóban örültem annak, hogy ez megtörtént, de én is elbizonytalanodtam, hogy, nem biztos, hogy ez a kapcsolat ott tart már, ahol tartani kéne, vagy vagy mit fog szólni ehhez a másik fél, hogy nem az történt, hogy na, akkor mi most belevágunk, és mondjuk egy éven belül szeretnénk gyereket, hanem egyszerűen az élet hozta. És én nagyon-nagyon hiszek az életben, a jóistenben, a sorsban, bárminek is nevezzük a rendező elvében, hogy mindig minden pont ott, és akkor is úgy fog történni, ahogy az ki van találva. És aztán, ahogy a melléket ábra mutatja, sajnos igen, a fogadtatáshoz az, az nem olyan volt ennek a hírnek, de hogy bennem soha egy, egy percre, illetve még. még még töredelmesen bevallom, még, még ez sem feltétlen igaz, egyetlen egy percig, egyetlen egy szituációban megfordult bennem a, a leges legelején, amikor annyira keservesen, hú, most rég beszéltem, és talán rég beszéltem ennyire részleteiben is erről a helyzetről, és kicsit fel kell szakítanom a saját sebeimet is ebben a beszélgetésben. Úgyhogy nézzen nekem, ha esetleg el is sírom magam menet közben, mert, mert tényleg megérint. Akkor futott át az agyamon egy másodpercre ez az a kérdés, amikor annyira a, a tagadással találtam magam szembe, és olyan mélyen mély, érintett a fájdalom, és annyira keservesen zokogtam, hogy amellett, hogy attól fértem, hogy ez a keserves zokogás, nehogy abba csúcsosodjon ki, hogy én elveszítem őt, megkérdőjeleztem, hogy, hogy lehet, hogy kicsim, hogy nem... nem nem most van itt a helyed, ami pedig abból ered, hogy én nem akartam a másik felet elveszíteni. Tehát, de ez tényleg egy másodperc volt, mert, mert felülírta a, a, már akkor azt gondolom, hogy nőként az az érzelmi burok ennek a veszteségnek a létjogosultságát azzal, hogy mit nyerhetek, hogy, hogy én ezt utána már milliószor megbántam, hogy akkor abban az egy minutomban nekem eszembe jutott ez, hogy én azt mondtam neki, hogy lehet, hogy mégsem most jó az érkezésed, én sokszor kértem már tőle bocsánatot így, így fejben, főleg a várandóságom ideje alatt is, mert, mert most, hogy már itt van, meg különösen egyértelmű, hét hete. hogy hét, hete, hogy itt van, és bearanyozza a mindennapjaimat, és tudod, tipikus helyzete annak, hogy persze az ember csak akkor tudja már ezt igazán megfogalmazni, és akkor válik igazán kézelfogható számára, kézzelfoghatóvá számára, amikor már már ott van és már megtörténik. Mindaddig igazából csak így beszélünk valamiről, ami az elképzelésünk szerint alakítva van. De hát életem nagy-nagy baklövés lett volna, hogyha én, 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 úgy döntök, hogy elvetettem őt. Ebből biztos vagyok. Azt szoktam ilyenkor mondani egyébként, hogy mutasd nekem tíz nőt, akik egykoron elvetették a gyermeküket, és kérdezd meg tőlük, hogy megbánták-e. És mutasd nekem tíz nőt, akik úgy döntöttek, hogy inkább egyedül megtartották a gyermeküket, és kérdezd meg tőlük, hogy valaha megbánták-e azt, hogy megtartották úgy és olyan körülmények között, ahogy ezt ők éltek. És biztos vagyok benne, hogy kivétel nélkül minél azt fogja mondani, hogy soha egy percig se bánta meg. Még azok között, akik vetettek el gyermeket, szerintem nem tudnék arányt mondani, de hogy igazságos legyen, legyen a 50-50, a fele biztos, hogy azt mondaná, hogy megbánta. És a két oldal aránya is azt mutatja, hogy, hogy szerintem ebben a kérdésben egyszerűen egy jó döntés létezik, és nem fogok én ezzel a mondatommal, és nem is szeretnék pálcát törni azok feje fölött, akik valaha valami miatt úgy döntöttek, hogy ők nem tartják meg Akkor a Akkor úgy gondolta, őket. a legjobb döntést hozza meg. Biztos vagyok benne, hogy ezt mindenki az adott pillanatban így gondolja, Igen. tehát ez nem egy ítélkezés az én részemről, hanem igazából egy, egy okokozati eredmény, amit mm -hmm. úgy le tudtam végigment benned is valószínű. Én szerintem sokan. sokkal benned és milyen most az élet, hogy ketten, ketten vagy? Te? Nagyon jó. <laughs> Nagyon jó, ugye nálunk ez úgy nézett ki ez a történet, hogy én a, a kórházban, amikor hazajöttem, akkor néhány hétre a szüleimhez költöztem, mert Hát az tény, hogy azért kicsi babához nekem nem sok közöm volt előtte, tehát barátnőimnél se kicsi babák vannak, egy az az egy barátnőm van, akinél néhány évvel ezelőtt születtek a kiscsajok, de akkor mi pont nem találkoztunk olyan sűrűn, hiszen neki is egy új élethelyzete volt, neki is megvolt a maga privát szférája, tehát én nem voltam ott a mindennapjaikban aktívan, hogy hogy történik a pelenkázás, a bűvésztetés, a gyerekha sír, mi történik, és hasonlók. Én családban pedig nem volt ennyire pici gyermek, mi egy elég kis család vagyunk, tehát a tesómnak nincsen, és amúgy innentől kezdve meg megszakadt a szám, mert nincsen unokatestvér, másodunokatestvér, csak ilyen más ágakról. Tehát közvetlen környezetben én nem találkoztam bébivel, akit én tudtam volna babuszgatni. Úgyhogy ilyen kis aggodalmaim és félelmeim voltak, meg szerintem azért kellett is az nekünk az első időszakban, hogy már csak lelkileg is, hogy azért mindig legyen valaki, akihez hozzá tudok szólni, akinek felteltem a kérdéseimet, aki, hogyha kétségeim vannak, megnyugtat, és ez volt ugye elsődlegesen anyukám és édesapám, úgyhogy, úgyhogy az a, az a kezdeti időszakban nagyon nagy segítség volt. Viszont érdekes tapasztalatom például ebből a szempontból, hogy szerintem a végére, amikor meg már én is erőre kaptam és jött előtérbe a magabiztos Anita, azt éreztem, hogy Na most már viszont mennünk kell haza, mert most már szeretném a saját életemet visszakapni, most már szeretném a kettünk életét kialakítani, és nem merestek, szerintem elkezdtünk egymás agyára is menni, tehát azért mindenki felnőtt ember otthon, ugye a szülők is, én is, tehát azért egy idő után már kiéleződnek azok a különbségek, hogy ki hogy menedzseli a saját életét. És most már ketten vagyunk otthon a kis lakásunkban, és én azt gondolom, hogy... hogy, hogy a Léna egy, egy annyira kis csodálatos kis csajszí az életemben, és... Miért kaptad őt kislányként? Mit gondolsz? Hm. Ha arra a kérdésre, hogy ő egyébként miért kislány, választ kéne adnom, akkor, akkor arra két válaszom is van. Az elsődleges az az, hogy én azt gondolom, hogy ö, ö, nem... Szeretnék semmi olyat mondani nyilvánosan, értelemszerűen az édesapjára, ami, ami bántó lehet, vagy csúnya lehet. Tehát én nagyon szeretnék arra figyelni, hogy, hogy maximálisan diszkréten kezeljem az ő személyét és az ő álláspontját, és én majd a kislányommal szeretném ezt kettecskén is megbeszélni, amikor elérkezett ennek az ideje. De annyit talán kimondhatok, hogy én egy picit úgy érzem, hogy neki, mint férfinak is van feladata a nőkkel. És amikor az volt a kérdés, hogy vajon kislány vagy kisű, és még nem lehetett tudni, akkor én egyértelműen mondtam, hogy tudja, hogy kislány. Tudja, hogy kislány, és akkor azt kezdtek, hogy miért, akkor én még azt mondtam, hogy szerintem az apukájának is van dolga a nőkkel, és hogy és lehet, hogy csomó mindent magába, egy csomó kaput meg kell ahhoz nyitnia, és ehhez a legjobb út, hogyha ha a saját véred megtanít téged erre, hogyha van benned kellő nyitottság erre, és mondjuk tudsz így gondolkozni. Ez az egyik fene. Hogy az én szempontomból miért kislány a kislány, az pedig talán az, hogy nálunk ezek a női szerepek, szerepkörök, és az önazonosság vállalása, és ennek a tanulási folyamata, az, hogyha végigveszem, hogy a nagymamámtól kezdve, akit én ugye így a sorban utolsó nőként ismerek, hogyan jönnek végig a tanítások, akkor azt egy nagyon-nagyon szép egyenesre, illetve így mutatom, hogy egyenesre fel lehet építeni, és ugye anyukámnak az ő anyukájával, nekem az én anyukámmal, nekem a nagymamámmal milyen tanulási folyamataim voltak, és akkor itt jön ugye a képbe a lénácskám, aki, aki meg majd ugye rajtunk megy végig, és én is őt hogyan fogom bizonyos dolgokra megtanítani, és a saját felismeréseimen keresztül az ő életét segíteni, és, és megengedni neki azt, hogy a saját felismerései is megvalósuljanak. Fog támogatni lelkileg, anyagilag Léna apukája? Nem. Egyáltalán Tehát ez az egyedül, ezt szó szerint értsük egyedül. Igen.